Három napot töltött a 12 fiatal múzeológus keszthelyen a Balatoni Múzeumban. Az országos csapatépítő összejövetelen, a hasonló területen dolgozók találkozhattak egymással, megismerve problémáikat, kérdéseiket és feladataikat. Ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok átadására is. Nagyon sűrű időszakon vagyunk túl, és hogy valóban szükség van erre a kis lazításra, úgymond szakmai keretek között, és ugyanúgy, ahogy emberekkel foglalkozó szakemberek vagyunk, szükségünk van némi mentálhigiénére is, és erre is lehetőséget adott ez a képzés. A hosszú hétvégén kötetlen keretek között tanulhattak egymástól a múzeumi szakemberek. A nyári tréninget első alkalommal szervezte meg a Polszki Társaság a pályakezdők részére. Mint Mészáros Balázs elmondta, a Balaton közelsége miatt is esett Keszthelyre a választásuk, ami a könnyed atmoszférát szimbolizálja. A céljuk ugyanis nem a szigorú körülmények közötti oktatás volt, hanem a jó hangulatú, könnyed társalgás elősegítése. Amikor valaki erre a pályára kerül, elvégzi az egyetemet, nagyon-nagyon sok elméleti ismerettel felvértezve érkezik meg az adott múzeumba, de azért a gyakorlat az más, a való élet az azért azt nem az egyetemen tanítják, és hát ez egy jó lehetőség, hogy a fiatal kollégák azok megosszák egymással az első tapasztalataikat, nehézségeiket és megoldásokat mutassunk egymásnak. A Polszki Társaság jelenleg a legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakmai civil szervezet Magyarországon. Megalakulásuk óta törekednek a múzeumok társadalmi elismertségének megőrzésére és annak emelésére is. A keszthelyi nyári tréning is ehhez járult hozzá, melyet várhatóan jövőre is megrendeznek.